Sziasztok, Sajnáli vagyok, és ütünk egy vatalatú videóban. Sziasztok, és ebben a videóban nem más tesz, mint egy őrült menő pulyócska kihívás a legjobb barátaimmal. Sziasztok! Csá! Itt van az egész team, itt van Leni, itt van Kitty, itt van Husi, itt van Kis! A farkas! Fúj, víz, kis farkas! Srácok, hogyha most rendeltek a patreon.hu oldalról termékeket, és a megjegyzésbe odaírjátok, hogy én írjam alá, akkor aláírom nektek, és én személyesen fogom nektek becsomagolni. Szóval mindenképpen csekkeltok le most a patreon.hu oldalt, és vásároljatok amennyit csak tudtok, ugyanis fogyóban vannak a figurák, meg minden, szóval csekkolj fel most. Ja, és akár engem is meg tudsz venni, meg Kist, meg Husit is, szóval mindenképpen érdemes felmenni. Akár a leírásban is megtalálod a linket. Jó, hey, van, tudjátok, de mit? Úristen, Kitty! De már megint az unikorn is, igen. Husi, te hol voltál ideig? Miért nem voltál videókba? Kicsit... Nem is! Le voltam betegedve! Ja, akkor jobbulás neki, srácok. Egy like, egy jobbulás Husinak. Köszönöm! Ja. Na, jó van, srácok, bújjatok el, nem fogok csalni, eskü, jó, menjetek, okay. Sziasztok, csumi, csumi! Fúj, lehet én is beteg leszek ettől a macskától. Jó van, már elbújok, na. Szóval, srácok, amíg a... Bemegyek ide itt, ez senki ne bújjon ide, ez nem túl egyszerű. Várjál, feljövök ide, bám, tessék, jó, bújjatok. Szóval, srácok, amíg a többiek bújkálnak, addig elmondanám mindenkinek, hogy igazából lehet, hogy nem leszek annyira fair. Ugyanis, hát vannak ilyen nagyon menő kamerák, amiket elrejtettem igazából minden egyes búvóhelyre, amíg nem jöttek fel igazából bújócskázni. És meg fogom őket kicsit figyelni igazából egy laptopon. Szóval, mielőtt majd elindulok, meg fogjuk szépen nézni majd, hogy ki hova bújt pontosan. Viszont, adjunk nekik az egy kis esélyt. Srácok, mindenki elbújt? Igen! Jól van, oké, és jól van. Akkor kivel kezdjük mondjuk? Kezdjük a legegyszerűbben, mondjuk Lenivel. Nézzük meg, hogy vajon ő hova bújt. Jó, itt gyors. Elugrok ide. Jó, nagyon szép. És akkor ide, jó? Jó, ide gyorsan felugrok, és hol is volt? Aha, ide, és... Nagyon jó! Jó, itt tuti nem fog megtalálni sohasem senki. Úristen, na jó, komolyan mondom, nem hiszem el ember. Komolyan mondom, nem hiszem el ember egy felhőbe. Na jó van, akkor vigyük ki teljesen reálisan. Úgyhogy mi amúgy eskü nem tudunk semmiről. Szóval mi is volt itt felsétált ezen a lépcsőn. Jézusom, ez amúgy kicsit nehéznek tűnik amúgy, de én szerintem megcsinálom első esikben. Na nézzük, szóval ide így fel kell itt így jönni, vagy hogy jött ide fel? Ja, hogy innen át, értem. Jó, tehát ide igazából itt így felugrunk, és innen így visszamegyünk. Jézusom, amúgy ez esküszöm bonyolultabb, mint ahogy így elsőnek kinézett. Jó, oké, ide jövünk, bam! Jó, átugrunk, királyság, innen pedig ott egy ilyen kis blokk. Jó, és na figyeljetek, la, vajon itt van valaki az ajtó mögött? Biztos nincsen. Na jó van, nem is tudom, mit kéne csinálni. Nem tudom, mit csináljunk. Ja, várjál, hátrafol... Ó, szia, Leni! Nem. Ez sok egyszerű volt. Miért ilyen egyszerű búvóhelyre bújtál, hallod? Nem. Leni! Nem vagyok itt, ez nem én vagyok. Na, menekülhetsz, amúgy csak szólok. De... Ja, jó, oké. Ja? Hogy ennyire? Úristen, ember, belaggoltál össze-vissza. Jó, ezt nem fogok itt zélni. Ember, rendesen fagy a nete. Nézzétek, szegénynek kifogyott a gépe. Na jó, tudjátok, hogy esküszöm, hogy ide bezárom mindjárt, és itt így itt maradhat. Na jó, nem. Gyerünk, bam! Leni megvan! Na jó van, Jézusom, gyors vissza a laptophoz. Várjátok, kijutom, amúgy esküszöm, hozom magammal. Megpróbálok egy valakit megtalálni a laptop nélkül, jó? Csak hogy akkor, nem tudom, legyek ilyen nem teljesen csaló. Jó, ide bentre, itt, úristen, de miért van ennyi búvóhely? Na jó, tudjátok, mit nem keresünk így. Nézzük meg a következő embert. Folytassuk, mondjuk, nem is tudom, Kittivel. Na aztán megtett az legtöbb búvóhelyet, ide felugrálok, és itt egy rejtett ajtó, és ide bebújok, és lerakom a legjobb búvóhelyemet. Na jó, nem hiszem el. Egy földajtó, komolyan mondom, a hegy oldalán, és ezt hogy kéne nekem észrevenni? Na jó, figyeljetek, szóval valahol, azt hiszem, hogy valahol így itt volt. Itt egy másik földajtó is, de ahogy látom ide, csak nem bújt el senki, ha csak... Szia, Husi! Husi? Nem hallak, de... Ne, kérlek!
ne! Jó, Tomit, elbújhatsz újra! Ne, menj, elbújhatsz újra, jó, engedem most, nem te vagy okay. A soros. Jó, oké, szia! Na, szia, cső! Na jó, van, adunk neki még egy esélyt, jó? De azért menő volt, szintén megtaláltam. Na jó, akkor, bam! Ú, vajon hol lehet Kitty? Várjatok már, Istenem, ilyen virágszagot érzek, ilyen virágföldszagot konkrétan. Na jó, hol lehet, vajon? Úristen! Ki gondolta volna? Hát nagyon easy volt. Ember, nem csaltam, nem tudok. Hát hogy, figyelj már, ez annyira egyértelmű volt, nézd, hogy itt egy ilyen jump, ide itt így fel kell így ugrálni, és közelből itt egy ajtó. Meg kilógottam ugye a szarvad, mert ugye ilyen egyszarvú vagy. A hét szélén van egy föld ajtó, hogy mit lehet látni? Ne panaszkodj, szenvedj! Jó, meghalt a szem. Jó, easy srácok, húúú! Na jól van, kit keresünk meg következőnek, várjátok már, van még egy kisünk, meg van igazából egy husink. Nem is tudom, igazából husit most engedtem el, én azt mondom, hogy jöjjön husi, jó, csak poénból, meg kíváncsiak most hova bújt. Istenem, már esik az eső, és én, nem, jó, most már. Hú, nem érhet víz. Itt van egy nagyon jó spot. Hú, itt Dani sose fog megtalálni. Na jó, komolyan mondom, adtam neki a gérütet, és ennyire OP helyre búj el. Ő is bebújj random egy hegybe. Miért nem bújik senki a házakba? De komolyan mondom, most menjek az egyik házba, nézzük már meg, de tényleg, hogy ide nem lehet elbújni, vagy mi van itt? Nézzétek meg, pince van, meg minden van, ide miért nem bújtál senki? Ki is, nem vagy itt véletlen? Nem, nincsen itt. De nem tudom, mindegy, fura, hogy ide nem bújtál senki. Na jó van, nem baj, akkor keressük meg, szóval valahol ennek a háznak a sarkába volt, ha jól emlékszek, de lehet vissza kéne néznem még egyszer. Ne, mindegy, valahol így itt volt, és itt volt valamilyen kis lemélyedés. Hát jó, szerintem megvan amúgy. Na jó van, figyeljetek, csináljunk valami, nem tudom, hogy nem jövünk rá, jó? Na, haló, van itt valaki? Haló? Van itt valaki? Jaj, nem hallok itt senkit, jó, akkor elmegyek igazából, mert úgy sincs itt senki. Husi, kettőből kétszer, ez hogy lehet? Halt. Nem veszegetsz meg hallal. Dehogy nem. Nem. Várjál, figyelj, mutatok valamit, jó? Jó, mutasd. Figyelj, először is. Na jó, Tomit, menj el, fussál, gyerünk, szaladj. Hol, mi az Isten? Hova tűnt? Eltév... Mennyi nyugodtan, ott nem tudom, van-e bent valami. Husi! Husi! Cső! Ne! Husi! Ne! Husi, hol nézd? Ó, köszi! Na, azaz, táncolj! Jó, mutass valami olyan táncot, hogy ami nagyon-nagyon tetszeni fog, és akkor nem öllek meg, jó? Nem tetszik? Ja, jó, oké, azt mondtam, hogy több pápai van szegénynek. Ne már, ember, de... Ha, Istenem, szegények, kicsit már úgy sajnálom őket, srácok, de kajak. Ki is táncolom, hogy nézzetek, ilyen tiszta ilyen Fortnite-osba nyomom itt nekik. Na jó van, figyeljetek, meg kéne nézni az utolsó bújót is, aki nem más, mint Kis. Vajon ő hova bújhatott így őszintén? Na figyeljetek, nézzük meg, hogy hát, találunk valamit. Jó, oké, gyorsan bújjunk el, de várjatok. Én láttam, hogy Dani felszerelt valami... Nagyon komoly cuccokat, na várjatok, hol lehet? Na láttam, hogy ilyen kamerákat szerelt fel, tuti valami GoPro, vagy ilyen nagyon pici. Hol lehet? Ott a kamera, de nem láthatja meg, hogy én hova bújok, na jó. Ilyen nem lesz, az biztos. Ilyen kamera, persze, nyilván még figyelni akar, nem? Ez így működik, hát nem így működik? Ennyi. Így nem fog látni semmit. Na jó, nem! Ember, ez nem lehet! Kis befette a kamerát! Na jó, erre tényleg nem gondoltam, hogy be fogja fedni az egyik kamerát. Ember, honnan látta, hogy felszereltem kamerákat? Pedig nem is bizéltem, mondtam el neki. Meg nem is otthon tároltam őket, meg ez ilyen full titkos volt. Na jó, van mindegy, tudjátok mit, jó? Nem érdekel, akkor megtaláljuk így, nincs igazából benne semmi gond. Talán itt a házban valahol. Hát nem nagyon látok itt semmit igazából. Jó, fenn a toronyba talán.
De a toronyban már voltunk ott, biztos, hogy nem itt szélen. Úristen, azokon már nagyon sok helyen voltunk igazából. És hát így őszintén eléggé nehéz keresgélni, hogy már kb. Majdnem mindent megnéztünk, meg minden házban is már voltam, ott sem nagyon volt. Itt a széleken, itt amúgy vannak jó búvóhelyek esetleg, itt a valahol itt a hegyben, nem? Ó, Istenem, srácok! Hú, na, megvan, tudja, hogy itt van, gyere elő kis! Semmi üres. Ember, de komolyan mondom! Pedig ez nagyon durva búvóhely volt, hogy a bujocska lesz, akkor én szerintem ide fogok bújni, mert ez túl OP. Na jó. Itt fent esetleg, nem, semmi. Itt van valami köves cucc, de hát nem tudom, ide mindjárt benézzünk. Itt oldalt, nem. Na jó van, benézzünk ide a köves helyekre. Hát, ha itt lesz valami, itt van valami labirintus. Várjátok már, itt fel lehet ugrani. Ez ami eléggé jó pészpot azért. De random így full fel lehet így ugrani. Nem tudom, itt meg van egy másik ajtó. Halló, itt van bent valaki? Kis! Hogyha itt vagy bent, akkor kijöhetsz. Na váljunk már. Ember, nem tudom, nincs itt semmi. Van itt még egy ajtó. Ha! Cső, kis, gyere vissza, kis! Kis kutya fürdik. Közben üldőzik. Egy fegybe erről. Kis, figyelj, ha táncolsz és tetszeni fog, az első tánc, amit benyomsz, jó? Egy táncot nyomhatsz be. Oké, ha tetszeni fog, akkor meghagylak, jó? A kedvencem az a... Hú, na várjál már, az ilyen négy kézláb fekvős. Micsoda? Tudod, amikor így lent fekszik, és így... Hát ez arra mennyi esély van, hogy pont... Ja, mondjuk ugyanaz, hogy kevéltem, hogy szerintem bármelyik másikra. Na, pontosan, szóval, hogyha azt beadja, akkor él maradhatsz. Ha nem, akkor vége. Jézusom! Ember! Kis, jó vagy? Kis! Na jó, srácok! Csak hogy elmondjam, kis Tomit elmondottál amúgy a többieknek, jó? Csak hogy mindenki hallja. Na jó, csaló! Kamerákon figyeltem mindenkit végig. Szóval csaltam, bocsánat mindenkitől, de nagyon viccesen. Mi van? Ne már! Srácok! Srácok, nyugi már! Na, ne, bájtsatok már! Hát most mi bajotok van? Srácok! Nyugi már, na, csak egy picit csaltam. De nem sokat. Nem az miatt nyertem, amúgy is jó vagyok. Nem bírtam ki minden jumpot, ez fight. Na jó van, srácok, tanulság! Ne használjátok kamerákat! Hogy csaljátok a bujocskában. Találkozunk legközelebb, remélem tetszett. Sziasztok!